sportosat. Híradónk vendége Gárhidi György, az MB2-es Kazincbarcika labdarúgó csapatának vezetőedzője. Szervusz, jól mondom? Tehát még vezetőedzője vagy, ugye? Jó napot kívánok, szervusz. Jól mondod, igen. Hát csak azért, mert most ugye ebbe a nyári szünetben az ember olvasgatja az újságokat, folyamatosan talál mindig egy olyat, hogy éppen valahonnan elküldtek egy magyar edzőt valamely csapattól. Hol olvastad, hogy engem is elküldtek? Még téged nem, de hát ugye most egy időszakot élünk, tehát sajnos ilyenkor nem csak a játékos, hanem edzői keringő is. Így van. Megy. Ez az az időszak, amikor többnyire, amikor menet közben nem küldenek el még. És mindegy, hogy hol végez a csapattal a adott vezető edző, láss Sopka Attila, ugye? Igen, igen, igen. Épp erről beszélgettünk a műsor előtt, hogy kikből és milyen nagy munkával csinált egy nagyon komoly csapatot, és ez a hála. De hát sajnos tudod, mert te bajnokot csináltál a Nyíregyháza, ugye? Hát a Nyíregyházán is volt ilyen. Tehát azt hiszem, 5 bajnoki címen van az első elmúlt 15 évben, és két helyen, hogyha hosszabbítottak, vagy maradhattam tulajdonképpen. Volt, ahol maradhattam, de két meccs után megköszönték, vagy öt meccs után. Na, azért mondom úgy, hogy most ilyen helyzet van, aztán ki tudja, mi lesz Kisvárdán, és ott sem lehet tudni, hogy mi merre, hány méter, és még lehetne sorolni, ugye? Igen, igen. De van sok hely nincs már. Nincs, ja, 12 csapat. Számolgattuk, hogy talán az MTK-nál, és a Puskásnál nincsen edző per pillanat. Hát oda külföldit keresnek szintén. Így, hát jó, csak per pillanat nincsen. Igen, igen, igen. Ember. Barcika akkor az marad. Szerződésed hogy szól egyébként, nem is tudom. Június 30-án lejár, hoppá. Következő hónapban lejár, de tehát a szándék az mindkét részről kölcsönösen az, hogy hosszabbítunk, és hogy maradok. Na, a borsodi levegő ennyire jó? Hát én sokat dolgoztam Borsodban, most már ugye Diósgyőr volt kétszer, Kazincbarcika másodszor van, aztán volt egy Ózd is egy pár hónapig, tehát mostan tiszteletbeli borsodi leszek. Pedig ott elég gyakran van smog. Igen, az sajnos, az igaz. És ne arra nem is beszélve, hogy nem is otthon játszotok. Hazai pálya nem Barcika, hanem Putnok, ugye a Váradi. Igen, stadion. Váradi Béla Sportközpont, azt hiszem ez a hivatalos nevük. De jó hír nekünk, nekem, hogy olyan állapotban van már a mi pályánk, hogy ha minden igaz, akkor augusztus 4-én kezdődik a bajnokság, hogy talán az első hazai és a második, maximum a második, tehát az első két hazai mérkőzést kell megfordítanunk olyan értelemben, hogy felcserélni a pályaválasztói jogot. És akkor augusztus végén úgy néz ki, hogy akkor már saját pályánkon tudunk ellenfelet fogadni. Nem mondod. Azt mondom, amit hallottam. Hogy kérdezzem el meg? Az alsó vagy a felső a régi stadionpálya? Melyik lesz? Felső. Felső? Igen, igen, igen. Egy új lelátó épül, egy kiszolgáló helység, illetve későbbiekben azaz ősszel kezdik majd egy nagyon komoly irodaépület, öltözők, tehát egy igazi sport. Igen, mert valamikor az volt a Barcikai stadion, aztán igen, utána, igen, igen. Több évtizedre utána az anyagolva lett. Ugye te is ott közel. Úgyhogy, csak azért kérdezzem, igen. Barcika még a nagyon nagy sikereket, a szép sikereket azon a fenti pályán ért el. Igen, igen. Az egy kis völgyszerű kis domboldal lelátóval, az olyan kellemes kis hely lehetett annó. Úgyhogy de másikon meg közelebb voltak a szurkolók. Igen, igen. Az edző örömére. Igen, igen. Vagy bánatára. Igen. Ja. Szóval a Barcika 9-10-dik lett? 9-dik lettünk. 9-dik. Tudod, úgy van, hogy az MLS az első 10 helyezetet külön jutalmazza. Tehát igazából ezért is volt tétje. Nem csak ezért, de ezért is volt tétje számomra, a játékosok számára, a csapat számára. Persze a minél magasabb helyezés elsősorban, de azért ez is egy kicsit motiváció volt. Én legalábbis próbáltam a mérkőzéseken emlegetni ezt sokszor, és felhívni a játékosok figyelmét, hogy ne hagyjanak benne még 1-2 milliót. És a játékosok el is hitték, hogy valóban lesz? Hát, mert ez egy új, tehát ugye szokniuk kell, tehát nem megy pár évtizede ez a történet. Tehát... Igen, igen, én még én sem tapasztaltam, tehát igazából tapasztalatban nem tudom mondani, hogy mi történt, hogy mi fog és történni. És tudod, milyenek a hitetlenkednek az emberek mindig. Mi nem hitetlenkedünk, mi bízunk benne, hogy azt a pénzt, és a vezetőink megígérték, hogy annak legalább a felét szétosszák a játékosok között, tehát azért az elég komoly extra prémium. Uh-huh. Na, szuper, és akkor most ti is pihentek.
teljes pihenő van, illetve kapnak házi feladatot, vagy kaptak házi feladatot a játékosok. Úgyhogy ebben a 4 hétben nagyon szép, nagyon örülünk, hogy ilyen hosszú idő áll most rendelkezésre. 4 hét pihenő és 6, majdnem 7 hét a felkészülés. Igen, ez augusztusban gondolom, kezdődik a... Igen, azt gondolom, hogy ez ideális, és ez így nagyon jó. Aha. Hogy indult a Barcika? Jó volt? Hogy érezted magadat, amikor hogy a kezdet? Mennyire volt nehézkes, vagy már rögtön gördülékenyen ment? Stresszes volt, amikor megkaptam a csapatot, hiszen... Ugye Ózdról kerültél oda. Igen, szeptember 17-18-ban, és mindjárt sűrítésbe potyattam bele. Szerdán tartottam az első edzést, szombaton kupamérkőzés Pécsen, egy-egy, illetve a hosszabbítás utolsó perceiben 2-1-re javunkra. És utána 5 mérkőzés, vagy talán akkor még 4 inkább, mert 5 volt sorozatban, szerda-vasárnap ritmusba. Na most ebből a sorozatból nagyon jöttünk ki. Mm. Nem tudom igazán, annyi idő alatt szakmai munkát, komolyat nem lehet végezni. A kémia, ami közöttünk, a játékosok meg én közöttem kialakult, esetleg az volt a motiváció, új impulzus, új edzés gyakorlatok esetleg, de mondom, csodát nem lehet ennyi idő alatt tenni. Na, a lényeg az, hogy ott 20 pontot szereztünk, 8 meccs alatt, azt hiszem, hogyha minden igaz. Úgyhogy nagyon jól jöttünk ki abból a sorozatból, mert ott volt 1 hét, és utána még egy sorozat volt, ilyen sorozatmérkőzések. Ott világgyorsan szereztünk 20 pontot, és feljöttünk egészen a 6. helyig. Aztán utolsó 5 meccs, megint 2 pont, csak 2 döntetlen. Aztán a végén úgy a 10. hely környékén teleltünk. Uh-huh. De persze stresszes volt, mert azért egy edző is... keményen befeszül, elsősorban idegileg, és azért ez is fizikálisan is, tehát nem annyira fizikálisan, de fizikálisan is igénybe vesz bennünket, de mentálisan meg nagyon. Az én kisugárzásom, az edző kisugárzása az, ami sokat kell, hogy segítsen, illetve hogy nehézségeken átsegíti a csapatot. Meg hát azért láttunk már 1-2 mérkőzést, és játszottunk is 1-2 mérkőzést, a tapasztalat az mindenféleképpen. Szervezésbe kellett egy kicsit belenyúlni, sok gólt kaptak a utolsó 3 mérkőzésüket, még én előttem 12 gólt kaptak, az nagyon sok, ráadásul rivális csapatoktól is, többek között. Úgyhogy jól jöttünk ki, ez a lényeg belőle. Volt egy nagyon rövid pihenő, nagyon rövid felkészülés, utána egy robbanásszerű kezdet, 5-0 otthon a Tiszakécskelen, aztán jött 1-2 olyan mérkőzés, amit még a mai napig nem tudok megfejteni, hogy mi történt, 0-5 otthon a Váccal, vagy 0-3 a Monorral otthon. De ugyanakkor idegenben, tehát hektikus lett a csapatom, kicsit ott ingáztunk föl le 1-2 helyet, de úgy nagyjából az a 10. hely környékén voltunk végig a tavasz folyamán, és végül is az utolsó fordulóban, hála Istennek, Békés Csabán 3-0-ra tudtunk nyerni, az úgy alakult a többi eredmény is, hogy a 9. helyen fejeztük be. Uh-huh. Milyen egyébként vidéken edzősködni egy nem érvonalbeli csapatnál? Ott azért az NBA 1 azért az nem reális álom. Igen. Hát, hogy mondjam, egy kicsit egysíkú, egy kicsit néha unatkozik az ember, de pláne, hogyha a család Pesten van, és 200 kilométerre van az embertől, akkor azért bizony néha belegondol, hogy is van ez, mint is van, és miért is van ez így. De igazából én jól érzem magam Barcikán. A vezetőink igyekeznek minden feltételt biztosítani a csapatnak, ugye épül az új stadionunk. Én úgy gondolom, hogy jó érzések, azért többnyire azok jó érzések uralkodtak bennem, és élveztem ezt a munkát, és szerettem a csapatomat, és elég jó munkát csináltunk, de egyrészt nem szabad soha megelégedni. Úgy gondolom, hogy tovább kell lépnünk. Én azt szeretném, hogy kiegyenlítettebb lenne a teljesítményünk, nem lennének ilyen szélsőségek, és ilyen nagy hullámok fölfelé is, meg lefelé is. Még stabilabb védekezést szeretnék, azon kívül tavalyi nyár, tehát annak ellenére, hogy kieső helyen vettem át a csapatot, a fizetések, nagyon jó fizetések voltak jó néhány játékosnak, viszont a teljesítmény és a nyújtott fizetés, vagy igen. A klub részéről történt dolgok, azok nem voltak arányba, tehát az adok és a kapok nem volt arányba. Úgyhogy ezt szeretném mindenféleképpen helyre tenni, és többet várnék jó néhány játékosomtól, illetve
fiatalokat szeretnék elsősorban. Tehát megvan az alapcsapatunk, megvan az egy jó játékosokból álló csapat, és a fiatalok, vagy a második sort szeretném fiatalokból kialakítani, akik egy-két éven belül meghatározó emberek tudnának lenni, nem nagy fizetésért, hanem egyrészt mert odavalósiak, másrészt meg azért, mert futballisták akarnak lenni, és tenni akarnak érte. Hát igen. Megvan már, hogy kiket küldesz el, vagy már is küldtétek őket ilyen záráskor? Természetesen volt egy évzárunk, egy nagyon jól sikerült évzárunk. Egy méltó befejezése volt az évnek, és két-három játékosunknak lejár a szerződése. Beszélgettünk velük. Van, akit szeretnénk tartani, van, akit nem szeretnénk, ő velük már nem mindenkivel teljesen, de június 30-ig szól mindenkinek a szerződése, tehát nem vagyunk még késésben. De természetesen tervezgetjük a jövőt, és két-három embertől elbúcsúznánk. Susmus, vagy ez ilyen pletyka szinten mondják, hogy van igény néhány játékosunkról, ez bekavarhat egy kicsit. Tehát elvinnék más. De konkrét árajánlat, vagy ajánlat még nem érkezett egy játékosomkért sem, úgyhogy pillanatnyilag akik vannak, és a távozóknak a helyére próbálunk megfelelő képességű játékosokat keresni. Van már úgy a noteszadban egy-két név hogyne lenne leírva? Voltam most is Blasz meccsen. Tehát igazából mondom, alacsonyabb szinten és fiatalabbakból szeretnék egy második sort kialakítani, és ahhoz keresem az embereket. Ilyen sikerre éhes. Igen, tehetséges fiúkkal, akik szeretnek akik dolgozni. Még vértisztak és mennek még. Igen. Nem jól akadt. Így van. Nagypapuk. Ugye? Igen. Jól mondod. Na, szóval akkor Barckának úgy jól érzed majd akkor ezt igen, mondod. Igen, köszönöm szépen, igen. Egyébként ez hogy működik, hogyha egy játékost el akarnak vinni, akinek élő szerződés van Kazinc Barckáról, azt el lehet vinni, vagy előtte a klub vezetése veled egyeztet, hogy te mit mondasz? Mennyire van neked ebbe beleszólásod? Hála Istennek van egy sportigazgatóm, akivel nagyon jó a kapcsolatom, a Kádár Zsolttal, és a hát klub... ő sokáig ott futballozott, meg edző is. Ikonot, igen, igen, valóban. És a Gulyás Tibor úr az ügyvezetőnk és tulajdonosunk is, és a Sztupák Péter a másik tulajdonostárs. Így négyen vagyunk, akik úgy általában a döntéseket hozzuk. Természetesen megkérdezik a véleményemet, illetve a Kádár Zsolttal először szakmai szempontok alapján beszéljük meg a dolgokat, hogy kit tudunk elengedni, kit nem tudunk elengedni, és utána a gazdasági rész pedig az ügyvezetőnkre, a Gulyás úrra tartozik, és volt már ilyen játékosunk most, akit kölcsön szerettek volna kérni, neveket nem mondanék, de aztán kiderült, hogy tehát nem olyan jó üzlet lett volna, ahogy azt úgy a menedzserek úgymond rebesgették, és végül is úgy néz ki, hogy abból nem lesz semmi, de nyitottak vagyunk, hogyha jó ajánlatot kapunk egy játékosok, és ezt efelé szeretném én is elvinni a dolgot, fiatal játékosokat piacképessé tenni, és a profitáljon a klub esetleg belőlük, igen. És az nektek is jó. Hát persze. Szurkolók azok hogy vannak? Mennyire örülnek annak, hogy van egy ismertebb, nevesebb edző Barckán? Én csak jókat mondhatok. Most nem tudom, nem az én személyemnek szurkolnak ők, hanem a csapatnak, a csapat teljesítményének. Igyekszem felhívni a játékosan figyelmét, hogy mi végül is szórakoztatunk, tehát nekünk az az elsődleges feladatunk, hogy kicsaljunk minél több nézőt és szórakozzunk, élmény nyújtsunk nekik a jegyáráért. Hát akkor figyelj, de marad egyszerű, akkor leültözök be, akkor kapuba olyan szórakozás lesz, hogy hajaj. Hát igen. Ennyi? Ez körülbelül ez így nagyon jó lenne. Nem ilyen formában gondoltuk a szórakoztatást, hanem hogy olyan futballélményt nyújtani, hogy minél többen jönnek, de így is, tehát Putnokra is nem sokan, de nagyon lelkes szurkolók járnak át, igényesek, amikor nem úgy játszunk, akkor kapunk a fejünkre, de ez is normális, és szeretnének a pénzükért valamit kapni. Úgyhogy én bízom benne, hogy Barckán ez még jobb lesz, még nagyobb számú közönségünk lesz. És elég, hogy csak a hazai meccset megnyeritek mindig 4-5 góllal, és akkor... Hát az úgy igen, az úgy rendben kell, lenne. Nem? Volt már 5-0 tényleg, és volt már jó néhány mérkőzést, hogy nagyon elégedettek voltak a szurkolóink, de hát volt egy 0-5 meg. Akartam volt a meccs, ahol akár én is védhettem volna. Ahol bizony kaptunk a fejünkre, és teljes joggal még azok volt a szurkolóknak, mert csapni valamivel játszottunk.
Milyen lesz az NB2 most? Egy biztos, hogy még több jobb stadionban lesznek a mérkőzések, lásd a Vasaspályát, ugye hamarosan átadják. Igen. Az MTK szakás szerint ugye visszajött a helyére, az NB2-be. Szombathelyi stadion. Szombathelyi stadion. Az infrastruktúra javul, úgy néz ki, és több néző lesz. Na most állítólag ez gond, hogy aztán Budafokon hallottam, hogy rossz pályán edzenek, és hogyha mennek a jó pályára, teljesen más talajpályára, akkor ez gondot okoz a játékosoknak. Én azt mondom, hogy a jó játékos a gyengébb körülmények között is feltalálja magát, és jó teljesítményt gyűjteni. Jó, de azok az NB2-ben játszanak, vagy külföldön az a szintű játékos. Nem, ez azért. Marad az NB2-ben is? Azon a szinten jó játékosokról beszélek, tehát a jobb játékosok megoldják ezeket a problémákat, a kevésbé felkészült gyengébb játékosoknak van ilyen problémájuk, szerintem ez nem okozhat problémát. Uh-huh. A szelet, az esőt, mindent a jó játékos, a jó csapat a saját malmára, a saját vitorláit uh-huh. javára, vagy ő fogja be, és profitál belőle, tehát valóban, már én már most már több mint egy éve voltam Budafokon, egy pályájuk van, ez probléma mindenhol szerintem. Nem is ott egyszer, több a stadion, ezért, mert ugye nem igen, mehetnek rá. Tehát egyre több a Budafok is egy remek stadion, az edzés körülmények viszont még nem mindenhol igen, biztosítottak. Igen, mi ilyen szempontból is hála Istennek rendben vagyunk. Most már a barcikai edzőpálya is egész jó minőségű, műtrágyát kapott, gépekkel kezelgették, vágták, locsolták, ami szükséges. Van már 1 millió éve ott a Borsot Kemmelgyár. Igen, kapja a levegőben, folyamatosan kapja. Folyamatosan, igen. De most egészen jól nézett ki, amikor eljöttünk és befejeztük a szezont. Viszont nem csak a stadionok miatt lesz erős az NB2, hanem az erős csapatok lesznek. Így van, így van. Nem is tudja, hogy mi lesz így a Vasassal, vagy a Haladással, az MTK-val. Most a szurkoló vagy? Nem, csak hogy ezek hogy fognak tudni visszaütni az NB1-be, most csak itt most... Szép feladat lesz. Ugye, már eleve már 3 és a 2 jut fel. Igen, 3 ismerősökkel, barátokkal. És akkor Békésabáról, Nyíregyházáról nem is beszéltünk. Beszélgettünk, hogy bizony most legalább 5-6 csapat lesz megint, amelyik harcba száll a feljutásért, és reméljük, hogy színvonal emelkedéssel jár ezzel. Ez a Vasas mellett a Gyirmót is szerintem továbbra is a feljutásért fog harcolni. Igen, a kieső csapatok a Szombathelyi és az MTK szintén, ez már 4, akiket mondtál, Nyíregyháza, Békés Csaba, bár a Békés Csabáról én most azt mondtam, hogy idén még nem lesznek ilyen terveik, fiatalokat próbálnak beépíteni a csapatba. Ki lesz ott a vezetőedző? Nem tudom. De ugye hivatalosan most ott nincs vezetőedző, igen, igen. A stáb Győrbe ment? Igen, 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 a Bóer Gabi és a Makra Zsolt. Így van, mentek együtt. Igen, együtt. Így van, Győrbe. Azért mondom, tehát akkor... Hát a Győrt ne felejtsük ki. Ott is. Azért, előbb-utóbb azok a tervek lesznek, hogy helyzetem. Csak ezért kérdezem, hogy akkor erős lesz az NB2. Hála Istennek. Na most hála itt Istennek. A Barcikának a 9. hely, akkor az azt lehet mondani, hogy meg tudjátok ismételni ebben a mezőnyben, az nem rossz. Igen, igen, egyetértek, de mi még egy-két helyet szeretnénk javulni. Tehát ez 6-7-et mondtunk, szeretnénk közvetlenül mögöttük ott lenni a 7.-8. helyen esetleg, vagy 6.-8. helyen. Ez volt a tervem, télen is nem sikerült, egyel kicsúsztunk, reméljük, hogy jövőre még jobbak leszünk, és sikerül még talán egy-két helyet tornáztunk felfelé. Nem lesz könnyű. Nem. Az előbb elmondottak így miatt van. Sem már. Van. De bízom magamban elsősorban, és bízom a játékosaimban másodszor. Én úgy gondolom, hogy jól dolgozunk, és látszódik is a javulás, rengeteget javult a csapatjátékunk, az egyéni képességek a játékosoknak. Na most ezt szeretnénk még egy kicsit fokozni, és még jobb teljesítmény nyújtani csapat és egyéni szinten is. Egyiptomban nem mész vissza, vagy valahová edzősködni? Aranyos vagy. Kaptam egy SMS-t, igen. Nem, a család az nagyon óckodik Egyiptomtól. Hát most nem mindegy, Egyiptom vagy Barcika, oly mindegy. Hát, igen, a kemikália az ott van a szomszédban, Barcikán is, de nem voltam kecsegtető ez az Egyiptom ajánlat, hogy úgy komolyan elgondolkoztam volna rajta. Nem tettem még le arról, hogy külföldön dolgozzak. Volt is egy, van is egy emirátusbeli lehetőség, de az csak majd az év közben valamikor derül ki, hogy igen vagy nem. Lehet, hogy benne lesz a szerződésemben egy pont, hogyha külföldről keresnek, vagy esetleg
a magasabb osztályból. Azért ma már ez hiú ábránt, de az én koromban meg egyáltalán magyar edző számára sajnos. De a külföldöt azt még nem zárnám ki. Segítőd Zúrják Józsi, ugye? Zúrják Józsi, kapus edzőm a Botló Ádám, és a erőléti edzőm pedig a Kovács Roland. Így négyen dolgozunk. Csepi, marad még Zúrják? Marad még melletted? Bírja még a barcikai légkört? Igen, hiszen az élettársa Miskolci. Igen, tehát, igen. Most már egyre több szál köti oda, és élvezi, és jó érzi magát. Akkor jól, ha. Akkor marad akkor ő is akkor. Igen. A stábban nem lesz akkor változás. Nem lesz változás. Minden akkor. Valószínűleg nem úgy lesz. Kerek akkor. Igen. És akkor most pihenés? Megvan, hogy hová mentek a kedveseddel nyaralni? Most van 4 hét most. Igen. El lehet menni. A nagyfiam az Németországban él a családjával, az unokám 1 éves, és még élőben nem láttam, úgyhogy holnap után indulunk, és meglátogatjuk a ifjabb Gálhidi családot, meg a legifjabb Gálhidi csemetét, és egy hetet ott eltöltünk, és élvezzük a Németország, a család örömeit, úgyhogy nagyon-nagyon várunk már. Aztán júniusban egy kis EB-selejtező. Igen. Mit mondasz? Drukkolunk a Marco Rossinak. Drukkolunk? Ennyit. Igen. Aztán majd lesz, majd ahogy alakul. Így van. Reméljük a legjobbakat. Nyáron tényleg leállnak egyébként a magyar sportolók, magyar labdarúgók? Valahogy van egy ilyen statisztika, amik ezt hoztak ki, hogy nyára teljesen leülnek a magyar labdarúgók. Szomorú, hogyha ez így van. Ez nem egy mostani statisztika, tehát ez nem egy elmúlt egy év, hanem az elmúlt 30 éve. Tehát ez magyarul ezzel neked találkozni kellett volna. Én annó, amikor Csepelbe futballoztam, akkor 5-kor vége volt az edzésnek, én vagy 17:30-kor, és rohantam a strandra, ott még úszkáltam egy hétkor zártak, úszkáltam egy ott hétvégén, a szüleimnek volt egy weekend háza a Velencei tó mellett, ott még szombaton a délelőtti edzőmérkőzés után, vagy vasárnap a strandfociba beszálltam a homokba, és mezitlábra rúgtuk a pöttyöst, úgyhogy én nem akkor sem pihentem sokat, sőt télen is találtam mindig valamit, úszást vagy futást, lehetőséget arra, hogy mozogjak. Nagyon szomorú lenne, de én azt, tényleg most is itt a mi fiataljaink is teremfocira járnak, tornákon vesznek részt. Én úgy gondolom, hogy nyáron sem teljesen passzívak, és nem teljes pihenéssel törtik. A miénk ráadásul kapnak házi feladatot, és azért megnézzük majd, amikor visszajönnek, hogy milyen állapotban vannak. Csepel. Mi lesz Csepellel? Most kiesik az NB3-ból is. Még nem esett ki, de... Még nem, de... De sajnos afelé tendál a dolog. Így van. Szomorú, elkeserítő. Találkoztam, most a hétvégén ugye mondtam, hogy egy basszus meccset néztem, a csepeli vezetőkkel találkoztam, illetve most a Sárvájá játszák az utolsó mérkőzésüket, ma találkoztam a Sárvájának az edzőjével, és ő is mondta, hogy ki meccs, és aki, azt hiszem úgy van, hogyha döntetlen és Sárvári győzelem, akkor kiesik a Csepel, hogyha a Csepel győz, akkor bennmarad. Drukkolok nekik természetesen, többet nem tudok segíteni, meg igen, nyújtani. Jó, csak hát a Csepel nagyon lesüllyedt. Hát sajnos, igen, hát ezt tudjuk az okát sajnos. Ott belekeveredtek egy alapítványi buliba, és nincs igazán az önkormányzat, nincs az önkormányzatnak tulajdon része, nem érdekel, hogy azt a focit támogassa, úgyhogy sajnos, szomorú, de magára van hagyva teljesen a Takács Krisztián által irányított Csepel SC. Na hát reméljük, hát ha valaki tesz. Mert Csepel azért egy külön világ Budapesten belül. Tehát most az, hogy most a Reaca Vlasz egybe futbolozik, kiskutyát nem érdekli, mert ott az Újpest, ott a Vasas, stb. Igen, tehát... igen. De ott délen nincsen igazán. De a Csepel az egy külön világ volt, az egy külön sziget, ugye? Igen, tehát, igen. És anno is már 100 000 lakosú volt, de ráadásul a környező falvakból rengeteget, tehát a Hamarpistáék tökörről megsorolhatnám. Igen. Szegény Vámos Jani, aki nemrég halt meg, kapus, vagy rengeteg játékos jött onnan a környező falvakból, kisvárosokból. Népszerű volt a Csepel, és az utánpótlás képzése pedig az híres volt mindig. Na mindegy, ennyit a rossz hírekről, szomorú dolgokról. Egy a lényeg, hogy jól zártátok, akkor gondolom örültek, kezet fogtak veled, és megköszönték.
ugye? Így van, így van. Akkor most jó érzéssel tudsz akkor pihenni egyet. Elégedettek voltak a vezetőink is, én is, játékosok is, úgyhogy tényleg happy end volt. Akkor most jó pihenést kívánok neked. Nagyon szépen köszönöm a meghívást is. Szervusz. További sportosat.